Harangjáték hangja töltötte meg a tolnai altaripa szabadidőparkot. A Szinonta együttes tagjai muzsikáltak, megmutatva egy különleges hangszerben rejlő lehetőségeket. A zenész képessé válik arra, hogy egymástól függetlenül szólaltassa meg a két harangot. Ez teszi lehetővé azt, hogy 5 zenész is el tudjon játszani olyan zeneműveket, amelyben akár 25-30 különböző hang is van, hiszen egy kézben akár 4, egy zeneműben meg akár 8-10 különböző hang is megszólalhat, pont ennek a technikának köszönhetően. A Szinonta a komoly zenétől a jazzig dolgoz föl műveket, ezúttal 60 harang szólalt meg a bemutatón. A zenekar játszott már a Parlamentben, számos templomban, de felléptek a Nemzetközi Opera Fesztiválon is. Most a tolnai közönség is élvezhette a Fejér megyei kistelepülésen besnyőn élő muzsikusok játékát. Solyom Balázs az együttes vezetője azt is elmesélte, a harangok speciális ötvözetek, és úgy vannak hangolva, hogy az alaphangokon túl a felhangok is megszólalnak az egyedi technikával játszott muzsikálás során. Az előadás a Forrás a zenének, Feladat a zenésznek című sorozat részeként született, és az 500 harang koncertjei címet viseli. A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával született.